Lendva, és így a magyarság történetét mutatja be az a darab, amelyet tegnap este mutatott be a muravidéki városban a Kvártélyház társulata. A színművet és az előadást Gábor Zoltán történelmi tablója ihlette. A római hódítás idején vagyunk, mikor az itt élő keltákat leigázzák, és a világbirodalomba kényszerítik a latin megszállók. A képek a történelem irracionalitására figyelmeztetnek, és egy-egy fontosabb történeti korba kalauzolnak el. A szöveg is ehhez igazodik, a néző bejárhatja az idősíkot a rómaiak korától egészen a 20. századig. Régi terv tulajdonképpen az, hogy Gábor Zoltánnak, aki a Lendvában születte volt is, hosszú évekig Zágrábban élt, sajnos nemrég elveszítettük, hogy az ő történelmi képeink keresztül, hiszen egy történelmi tabló, bemutatni, vagy újra bemutatni, újra mutatni Lendva történetét képekben. A látvány nagyon erősen hatott rám is, hiszen a megírt szövegek, amit ismertem, hiszen annak nyomán kellett dalszövegeket írnom. Nagyon örültem, hogy ez az egész elképzelés, amit a szöveg és tehát a drámai szöveg és a versszöveg meg akart irányítani, az átjött, én úgy érzem, mint élmény. A Lendvai képek című darabban megjelennek a településen megforduló népek, és a karakterek hol humorba ágyazottan, hol drámai erővel, Rutka Róbert zenéjével közvetítik a legfontosabb üzenetet, meg annyi közös szenvedés után együvé tartozunk. Ebben a színházban előadást csinálni, a Lendvai színházban előadást hozni, azt hiszem, hogy a léleknek egy gyönyörűsége, hiszen egy csodálatos belső térről van szó, ami abszolút színházra alkalmas és játékra teremtődött. Kicsit azt gondolom, hogy Makovec Imre szellemisége a mai napig itt van valahol közöttünk, és biztos, hogy neki is nagyon tetszett ez az előadás, ami végül itt sikerült. Minél távolabbi a múlt, annál távolabbról tudunk ránézni, és van egy olyan fajta gondolatom erről az egész történetről, hogy itt nagyon fontos, hogy a humor nem a száraz képeskönyvet kell megmutatni, hanem azt, hogy ezek élő valós emberek voltak itt 821 évvel ezelőtt is ezen a földön. A Lendván nagy sikert aratott darabot, amelyet ma még kétszer bemutattak, áprilisban láthatja az egerszegi közönség.